A Rijekai Sportcentrumban hat küzdőtéren zajlott a verseny, és a horvátok legjobbjai mellett egy jelentős számú olasz mezőny is tatamira lépett. Nagyon jó felhúzó nemzetközi verseny volt számunkra, tehát nem ez a fő versenyünk, de egy nagyon jó alapnak bizonyult ahhoz, hogy a nemzetközi mezőnyben a lehető legjobb tapasztalatot szerezzük a későbbiek során. Ugye nagyon fontos nekünk a nemzetközi tapasztalat, mert van olyan kvalifikáló versenyzőnk, aki majd a korosztályos világbajnokságra szeretne kvalifikálni, tehát fontos ezeknek a versenyzők számára azok az ingerek, hogy a lehető legjobbat tudják majd az adott szituációba kihozni magukból. Nagyon jól szerepelt egyébként a 12 fős csapatunk, egy aranyérmet hozott, 2 ezüstöt és 4 bronzot, ezen kívül még volt egy pár ötödik helyzet is, ez azt jelenti, hogy szinte az összes versenyzőnk tudott győztes mérkőzést vívni. Péter Panna nem csak az ifjúsági korosztályban szerzett érmet, hanem a kadettoknál is dobogóra tudott állni. A saját korosztályomban indultam, 12-13, mínusz 44, ott első helyezés lettem, a negyedik volt a döntő. Utána volt fölnevezésem, az mínusz 47 volt, ott pedig harmadik lettem. Az Egyesület április 20-án utazik Szófiába, ahol egy kvalifikációs nemzetközi versenyen fognak részt venni. A korosztályos válogatott írta ki számunkra ezt a versenyt kvalifikációként, és nagyon fontos, hogy Hefner Zsófi ezen a versenyen jól szerepeljen, hiszen Pozsonyban második lett, ezzel vezeti a hazai kvalifikációs pontrendszert, és hogyha itt Szófiába is jól sikerülne neki ez a verseny, akkor gyakorlatilag bebiztosítaná a helyét az októberi korosztályos olaszországi világbajnokságra. A bátaszéki karatésok ebben a szezonban is javában készülnek a közelgő megméretetésekre.